Jó estét kívánok, ez a Pannon Televízió híradója. Május 12-e Pongrász és Gyöngyi névnapja van. 383 éve Pázmány Péter bíboros, esztergomi érsek megalapította az első tartósan működő magyar egyetemet. 1872-ben megszületett Telcs Ede szobrász éremművész. Most jöjjenek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. Falunapot ünnepel Torda. Megtartották Szabadkán az általános iskolások művészeti vetélkedőjét. Főzőversenyt rendeztek Bursaszombaton. Ultramaratont tartanak Palicson. Falunapot ünnepel Torda. A négy napos rendezvényre több száz vendég érkezett a bánáti településre. Pénteken két emléktáblát avattak fel Tordán, az egyiket az első világháború falubeli áldozatainak, a másikat Dobai József tordai helytörténésznek az emlékére. Az emléktáblák a Magyar Nemzeti Tanács támogatásából készültek el. Mintegy 400 tordai fiatalt mozgósítottak, akik az orosz és az olasz harcereken harcoltak, többen sajnos meghaltak is. Voltak, akik megszöktek, akik fogságba estek. Nekünk 117 áldozatról van tudomásunk, tehát akik elestek, mint honvéd katonák. Dobai József három monográfiát írt a faluról, egy kiadványa a település templomának és az iskolájának lett szentelve. Évtizedeken keresztül szorgalmas tudósítója volt a Magyar Szónak és a Bánáti Híradónak. Olyan dolgokat is írt, szóvá tett, amit mondjuk abban az időben, hát ugye Tito elvtárs még élt, hát nem igen lehetett. Olykor az írásait egy kicsit simítani kellett, valamit kihúzni, hozzáadni, de azért az olvasó megértette, hogy miről is van szó. Az emléktáblákat Tapolcsányi Emánuel plébános szentelte fel, majd pedig elhelyezték az emlékezés virágait. Koszorúzás, az alkalmi ünnep, a műsor, mind együtt azt hiszem, hogy abból a hitből fakadt, amely Nepomuki Szent János emlékéhez kötődve egészen az első világháborún át napjainkig a fiataloknak próbálja továbbadni azt az örökséget, amelyet nekik kell majd továbbvinni, őrizni, de jelet hagynak a jelen felelősei, és ez a jelhagyás a legfontosabb, úgy gondolom, a mai nap. A művelődési otthon előcsarnokában képzőművészeti kiállítást nyitottak meg, a művelődési műsorban pedig fellépett a vidék legnépesebb néptánc csoportja. Számunkra mindig, ahogy mondom, a falunk büszkesége, és hát nélkülük, hogyha gyerekek nem lennének, akkor ezt nem tudnánk kivitelezni. A falu központjában felállított színpadon fellépett a Juhász zenekar, az újszentesi lakodalmas zenekar és a temerini 3+2. Csaknem 200 mintát bíráltak a 9. vajdasági és 19. temerini pálinka versenyen. A háromnapos nemzetközi rendezvényt a Temerini Kertbarátkör szervezte. Katonásan sorakoztak a gyümölcspálinkák a temerini ifjúsági otthon nagy termében. Bújdosó István már csaknem két évtizede bíráltatja a pálinkáit. Azt mondják, hogy úttörő ennek a rendezvénynek abban az időben, egy páran összeöntük és beszélgetünk arról, hogy valahova a népet, aki temerini lakosok voltak, kicsaljuk, hogy így mondjam, a házaikból. Minden évben odaítélik a legjobb temerini pálinka díjat is, amelyet idén Kihút Borbála nyert el. A versenyző szerint a jó pálinka titka az egészséges és tiszta gyümölcs. Meg aztán kezelni is kell a cefrét, ugye minden nap friss gyümölcsöt önteni hozzája. Én úgy csináltam, ahogy felszedtem, mert nem ráztam még a fát, mert ugye faheperből van, hanem ami minden nap lehullott, azt összeszedtem, és akkor úgy tettem bele. Minden nap körülbelül egy vödörrel. A zsűri 27 arany, 43 ezüst és 61 bronz minősítést ítélt oda. A legjobb eredményt a Ludasi Óvári Zsolt érte el a 2017-es törköly pálinkájával.
Pálinka készítés valójában ez egy életvitel, egy életmód, ehhez kell egy kis alázat, egy kis nyitottság mások felé és a kritikákra is, meg természetesen mind a tavalyi év, amiben most, hogy sikerült a törkölybe főzni, egy jó esztendő. A pálinka verseny mellett a Temerini Kertbarát Kör számos program szervezője, ugyanis a tagság a vajdasági magyarság jövőjét a civil szerveződésben látja. Olyan tagjaink vannak, akik szintén így gondolkoznak, és önkéntes munkával ezt meg tudtuk 21 éve csinálni, ezeket a rendezvényeket, és gondolom, hogy fiatalok is lassan vannak, nem mondhatom, hogy tolakszanak, de várjuk őket továbbra is, és próbálunk fiatalítani is, hogy ezeket a hagyományoknak meglegyen a múltja, jelene és a jövője is. Az idei Pálinka Fesztivál barátkozással és jókedvű kóstolóval ért véget. Megtartották Szabadkán az általános iskolások művészeti vetélkedőjét. Fogalmazás írásban, versírásban, képzőművészetben, versmondásban, szép beszédben, színjátszásban, műveltségi tesztben és énekben mérték összetudásukat a gyerekek. Az általános iskolások művészeti vetélkedője három helyszínen zajlott. Itt a Majsai úti általános iskolában, a Kosztolányi Dezső színházban és a Zenedében. A rajz szerelmesei épp most kapták meg a feladatot, hogy mit kell rajzolniuk. Bacsó Anna elmesélte, mit fog rajzolni. Szeretném, hogyha ilyen eléggé furcsa erdő lenne, hogy tele furcsa lényekkel, és például teljesen színes fákkal. A konctestvérek óbecséről érkeztek. Villő és Antónió is énekeltek. Az apa és az anya tettem elől, a USB-re rá lett téve, és akkor arról énekeltem. A Queen Bee-től, a most pedig pontosan adom elő, fogom adni elő, hegedűn játszva az instrumentálokat, de a tanárnő kísér. A csantavéri gyerekek egy színdarabot adtak elő. Volt kettő farkas, egy róka és sok nyúl. És hogy a róka megkötözi a nyulakat, és a farkas megmenti a nyulakat, és nem mond a nyuszi húsról, és most a fia büszke az apjára. A versenyen egy vándorserleg is mindig gazdára talál. Ezt az összesített eredmény alapján a legjobb iskola kapja meg. Az AMV az a Szerbiai Oktatási Minisztérium által is elismert, tehát benne van az éves programba, a versenyek listáján, illetve a Magyar Nemzeti Tanács által kiemelt rendezvény. Az eseményen mintegy 500 általános iskolás diák vett részt. A járművek műszaki ellenőrzése július 5-től szigorúbb lesz Szerbiában. Minden 15 évnél régebbi autót évente kétszer kell műszaki ellenőrzésre vinni. A Szerbiai Automotoros Szövetség támogatja az újítást, mert ezzel biztonságosabbá válhat a közlekedés. Szerbiában a járművek átlagosan 16 évesek. A járművek műszaki megvizsgálásáról szóló szabályzat alkalmazásával pedig ezeknek a nagy része el fog tűnni az utcákról. A Szerbiai Automotoros Szövetségnél úgy vélik, vannak régi, de jól karbantartott járművek, amelyek gond nélkül átmehetnek majd a műszaki vizsgán. A gond szerintük az, hogy Szerbiában a sofőrök nem fektetnek be eleget a járművük karbantartásába. Az utak minősége ma teljesen más. A sebesség növelése nem zárja ki a közlekedés biztonságát, mondta Zorana Mihajlović, építésügyi, infrastruktúrális és közlekedési miniszter a Szerbiai RTV-nek nyilatkozva. Hozzátette, a közlekedési minisztérium a belügyminisztériummal együtt mérlegeli az autópályákon a maximális sebesség 130 km/h történő emelését. A tárcavezető a Belgrád-Szarajevó közötti autópálya építéséről azt nyilatkozta, hogy az építési munkálatokat az idén nem tudják megkezdeni. Szerinte a boszniai félnek határozott álláspontot kell kialakítania a kérdéssel kapcsolatban.
Pazinban tárgyalt a vajdasági parlament küldöttsége Pásztor István a tartományi képviselőház elnöke vezetésével, Isztria képviselőivel egyeztettek. Pásztor a találkozó után bejelentette, hogy Isztria mezőgazdasági bizottságának tagjai jövő héten ellátogatnak az újvidéki mezőgazdasági vásárra. Szeretnénk hasznosítani a fenntartható vidéki turizmus fejlesztésében elért sikeres isztriai tapasztalatokat, mondta Pásztor István. Fokozott biztonsági készültség mellett tartottak megemlékezést az osztrák Blajburgban, a horvát katolikus egyház szervezésében és a horvát parlament védnöksége alatt. Azokra a horvát katonákra és civilekre emlékeztek, akik 1945. májusában a partizánok elől menekülve elérték a mai osztrák-szlovén határt, hogy megadják magukat a szövetségeseknek. Az ott állomásozó brit hatóság azonban több tízezer hadifoglyot és menekültet átadott Jugoszláviának. A partizánok egy részüket kivégezték, sokan kényszermunkatáborban haltak meg. A II. Világháború végén elesett úsztosa katonákra emlékezik idén is a horvát állam Blajburgban, írja a szerbiai RTV. Az eseményt közvetlenül megelőzően a rendőrség eltávolított néhány szemét, akik úsztosa jelképeket viseltek. Helyi fiatalok egy ellentüntetést is tartottak, mondj nemet az úsztosákra elnevezéssel, mert szerintük a kommemoráció sérti városuk hírnevét. A tiltakozók nem magát a megemlékezést kérdőjelezik meg, hanem az ott megjelent tömeg viselkedését, akik szerintük a II. Világháború idején kikiáltott független horvát állam nevű bábállamot éltetik. Május 23-a és 25-e között ünnepélyes keretek között szerelik le a nukleáris kísérleteknek helyet adó tesztbázist Észak-Koreában. Az ország északkeleti régiójában található bázis minden tesztalagútját felrobbantják, a kutatási és megfigyelő épületeket is eltávolítják. A show műsorra kerekített leszerelésre a tervek szerint amerikai, dél-koreai, kínai, orosz és brit újságírókat is meghívnak, hogy a helyszínről kísérhessék figyelemmel a folyamatokat. A ceremónia látványos felvezetése lesz az észak-koreai vezető Kim Jong-un és Donald Trump amerikai elnök június 12-i szingapúri csúcs találkozójának. Most nézzük, mi lesz még a híradóban. 23. alkalommal szervezték meg az Énekelt Versek Zentai Fesztiválját. Ma rendezik a portugál fővárosban a 63. Eurovíziós Dalfesztivál döntőjét. Főzőversenyt rendeznek Burány soron. A résztvevőknek a szervező Kevi Móra István Művelődési Egyesület által biztosított kolbász felhasználásával kellett ételt készíteniük. Szombat reggel 9-kor már nagy volt a sürgésforgás Burány soron. A versenyzők zöldségeket és kolbászt szeleteltek, majd tüzet gyújtottak és a bográcsokat a lángok fölé helyezték. A harmadik buránysori főzőversenyre 200 dinár volt a nevezési díj. Összesen 15 csapat jelentkezett, amelyek egyenként átlagosan 5-6 tagot számláltak. Pásztor Zoltán idén a sült kolbász mellé tócsnit készített. Az az igazság, hogy első évben, mikor megtudtuk, hogy ezt a hittán Buránsoron megszervezik. Ugyanaznap volt egy nagy rendezvény Topolyán, de mi inkább ezt választottuk, és nem csalódtunk, nagyon szeretünk ide jönni, és remélem, hogy nagyon sokáig még ezt meg fogják tartani. Az elmúlt években a versenyzők főként egy tál ételeket készítettek, mondta el Perpauer Attila, a Keviben található Móra István Művelődési Egyesület elnöke. Nem szerettük volna meghatározni azt, hogy miből főzzenek. Mi kolbászt adunk hozzá, tűzifát adunk, és itt a kreativitásukra bízzuk a versenyzőknek, hogy mit készítenek. Lehet főzni, sütni, grillezni, tárcsázni, bármit lehet elkészíteni. Lehet kolbászos krumplit, tarhonyás krumplit, babot is lehet főzni, bármit, amit ők úgy gondolnak, hogy ki tudnak hozni ebből a kolbászból. A szervezők mintegy 120 látogatót vártak a buránysori rendezvényre. Az elkészített kolbászos ételeket háromtagú zsűri bírálta el. Szakmai találkozót szervezett a Vajdasági Magyar Közgazdász Társaság Szabadkán. A Nyomokban a jövő elnevezésű konferencián a résztvevők nagy hangsúlyt fektettek a negyedik ipari forradalom, illetve a digitális technológiák fontosságának megvitatására.
A szabadkai konferencián az új technológiák szerepét és annak az iparra való hatásait is vizsgálták. Én egy olyan kutatást végeztem, ahol a magyar régióknak a helyzetét vizsgáltuk az uniós forrásoknak a hatására. A magyar régiók helyzetet olyan szempontból, hogy a területi fejlettségi kiegyenlítődés az mennyire valósult meg, mennyire nem, milyen szinten kell még esetleg beavatkozni. A szakemberek többek között a negyedik ipari forradalom technológiai vívmányainak várható hatásait is megvitatták. A számítástechnikai megoldások nagyon nagy részben jelennek meg az iparban. Egyre több szerep jut nekik, akár szoftverek, akár gépek közötti kommunikáció szintjén. Plesinger Gyula, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke úgy véli, a digitalizáció és a robotizáció rendkívül előnyös fejlődési lehetőségeket kínál, ugyanakkor a munkaerőpiacon is komoly átrendeződést okozhat. Mindenféleképpen érdemes ezekkel a dolgokkal foglalkoznunk. Itt hirtelen tudunk felugrani egy olyan vonatra, ami még nem ment ki az állomásról, és ezzel tényleg föl tudunk zárkózni az európai magországok szintjére. A szakemberek szerint a vállalkozóknak, illetve a közgazdászoknak rugalmas, innovatív és jövőbiztos megoldások kidolgozásán kell fáradozniuk. Az ipari forradalom gyökeresen megváltoztatja a termelési folyamatokat, a logisztikai folyamatokat, itt van az internet világa, és én úgy gondolom, hogy ezáltal a vállalkozóknak, a fejlődni vágyó közgazdászoknak, a vállalatvezetőknek, tehát fel kell készülniük erre. A VMKT és a Romániai Magyar Közgazdász Társaság is aktívabban szeretne működni, ezért az éves konferenciájuk mellett több kisebb találkozót is szerveznek majd a jövőben. A Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság a Temerini Tájházban tartotta meg évi közgyűlését. Az egyesület tagjainak átadták a társaság elismeréseit is. A helytörténeti kutatás során elért kimagasló eredményeiért a Kalapis Zoltán emlékérmet idén Táborosi Lászlónak ítélték oda, míg a Szabó József díjat Szlávics Károly vehette át. A nap folyamán bemutatták a Bácskai Közmondások és Szólásmódok című kötetet és a társaság 8. évkönyvét. A szervezet Megőrzött múlt elnevezéssel konferenciát is rendezett. A tagság fontosnak tartja, hogy a Magyar Történelmi Társulattal közösen szervezett előadás sorozatokat a jövőben is folytassák. Én úgy gondolom, hogy erre volt igény, tehát a jelenlévőknek a létszáma azt igazolja, hogy ennek van értelme tovább dolgoznunk ezen, és minden egyes kerek évforduló alkalmával gondolunk itt arra, hogy Szent László év, Mátyás királynak az éve, az első világháborús lezárása, és minden egyes kerek évfordulóra olyan előadókat tudunk hozni Magyarországról, vagy akár a helyi kutatókat vagy történészeket, akik ezeknek a témáknak elismert kutatói, és ők ismertethetik az emberek azokat a dolgokat, amik talán a történelemkönyvekben nincsenek benne, vagy egy kicsit másként. A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete az újságírók számára szervezett előadást Zentán. Balázs Géza nyelvész, a Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem mai magyar nyelvi tanszékének vezetője tartott előadást. A rendezvényen az igényes sajtónyelvről és a média nyelvhasználatáról is szó esett. Vajdaság számos pontjáról érkeztek újságírók, akik gyakorlati foglalkozáson is részt vehettek. Összesen 25 újságíró jelentkezett az előadásra. A sajtónyelv nem független a köznyelvtől, az irodalmi nyelvtől, és itt a 21. században a különböző nyelvi rétegek, mintha összecsúsznának. A sajtónyelv, vagy kibővítve médianyelv, legnagyobb jelensége, ha úgy tetszik, akkor problematikus jelensége az, hogy összecsúsztak a nyelvi rétegek, és nincs igazából egy olyan minta, vagy norma, amit követni lehetne. Az újságírók számára pedig az a legnagyobb kérdés, hogy mit kövessenek. Tehát mi a minta, kövessék-e a mondjuk szlengesedő köznyelvet, avagy tartsanak fenn valamilyen értékrendet, ami mégiscsak az összmagyarságot összefogná. A megzenésített versek 23. zentai fesztiválján Grillus Vilmos tavaszi gyermekkoncerttel kedveskedett a gyerekeknek. A zenész az elmúlt napokban Szent Tamásra és Óbecsére is ellátogatott már. Grillus Vilmos népdalokat és népszerű megzenésített, illetve gyermekverseket is előadott zentán.
többféle módon írok dalt gyerekeknek. Vannak olyan dalaim, amiket direkt azért írok, hogy a gyerekek el tudják velem együtt énekelni, és vannak olyan dalok, amivel szórakoztatni szeretném őket, vagy kifejezni a vers lényegét, vagy csak előadni és meghallgatásra valók, amik bonyolultabbak és nehezebbek annál sem, hogy egy kisgyerek megtanulná. Ez a lemezeimen is látszik, mert van a Dalok című sorozat, aminek a címe is azért ilyen egyszerű, dalok óvodásoknak és kisiskolásoknak, mert ezek a könnyen énekelhető dalaim. Most a koncerten általában ezeket énekelem, hiszen az a célom, hogy a gyerekek velem énekeljenek. 10 éves fennállását ünnepli a Topolyai Ás József képzőművészeti csoport. Kiállítás nyílt a Topolyai Művelődési Ház kiállító termében az amatőr festők munkáiból. A jubiláló képzőművészeti csoportot a helyi Cantus Firmus Kamara kórus köszöntötte. A kiállítást Tanárai Éva, a Juhász Erzsébet könyvtár igazgatója nyitotta meg. A Topolyai Ás József festőművész nevét viselő csoport 2008-ban alakult meg 8 taggal. Ma 12-en járnak össze hetente, közösen alkotni, beszélgetni, szórakozni. Évente megszervezik kiállításokat, és a környékbeli településeken is vendégeskednek. A csoportot Csernik Attila grafikus művész vezeti, látja el tanácsokkal. Az amatőr festők többfajta képzőművészeti technikával alkotnak. Környezetüket, családtagjaikat, házi kedvenceiket örökítik meg. Mint mondják, az alkotás öröméért, a kikapcsolódásért és az együttlétért. A kiállítás május 25-ig tekinthető meg. Mi tulajdonképpen nem is festőművészek akarunk lenni, és nem is olyan a szemléletünk, mint a festőké. Csak szórakozásból örülünk. A lényeg az, hogy sikerélményünk van. Na most a kiállításon megmutatjuk a dolgainkat, megmutatjuk azért, hogy akinek tetszik, az azt mondja, akinek nem tetszik, hát az még látja, hogy hát ez nem éppen valami, de mindenképpen gondolkodásra serkentjük a nézőket. Zentán megtartották az Ötletből Valóság című vajdasági fiatal agrárvállalkozói innovációs verseny mentori napját. A rendezvényen 6 csapatnak osztották ki a feladatokat, amelyek az intelligens farmgazdálkodás témáját járják körül. A versenyző csapatok a téma kapcsán elkészített ötletterveiket a döntőben mutatják majd be június 2-án. Ma rendezik a portugál fővárosban a 63. Eurovíziós Dalfesztivál döntőjét, amelyen 26 ország előadója lép színpadra. Köztük a szerb Sanja Iliti Balkanika, Nova Deca és a magyar AVS zenekar Viszlát Nyár című dalával. A 26-os finálénak kiemelt tagja az Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország, a házigazda, a tavalyi győztes Portugália, valamint Spanyolország és Németország. A végeredményt az egyes országok nemzeti zsűrijeinek pontjai és a közönség szavazatok összesítésével határozzák meg. A tévénézők az utolsó dal elhangzása után 1/4 órán keresztül szavazhatnak a verseny applikációján, telefonon és SMS-ben. Az egyes országok szavazói nem voksolhatnak saját fellépőjükre. A Duna Televízió és a Szerbiai RTV 1-es csatornája is 21 órától élőben közvetíti a döntőt a helyszínről. Nyárias hétvégénk van, de bármikor jöhet egy futó zápor, zivatar is akár. A napsütés mellett időnként megnövekszik a gomoly felhőzet. Vasárnap a maihoz hasonló időre van kilátás, a keleti szél megélénkülhet. Reggel 12, délután 25-26 Celsius fok körüli értékeket mérhetünk. A jövő hét elejétől enyhülés várható, erősen felhős lehet az ég, és többfelé fordulhat elő eső is. 23 fokot várhatunk a legmelegebb órákban. Szerdán tovább eshet a hőmérő higanyszála, a csúcsérték 21 fok körül valószínű. Kilenc ország mintegy 80 versenyzője vesz részt a palicsi 24 órás ultramaratonon. A megmérettetésen 6 és 12 órás mezőnyben, valamint 50 és 100 kilométeres távon is indulhattak a hosszú távfutók. 3, 2, 1, start! Szombaton pontban délben startolt el a 12. palicsi 24 órás ultramaraton. Ekkor a 24 és 6 órás verseny résztvevői indultak. Éjfélkor kezdődik majd a 12 órás és a 100 kilométeres távú megmérettetés. Vasárnap reggel 6-kor pedig az 50 kilométert futók kezdenek. Görgényi András a 6 órás mezőnyben indult. Már több 6 és 12 órás versenyen is részt vett.
Nagyon melegünk lesz, úgyhogy elsődlegesen az a cél, hogy végigfussam. Másodlagosan, mivel a Békés Csaba Arad szupermaratonra készülök, 3 hét múlva, így egy 65 és 70 kilométer közötti kilométert szeretnék teljesíteni. A versenynek tétje is van, ugyanis a 150 kilométeres, valamint a 24 órás verseny egyben kvalifikáció is a világbajnokságra. Az idén is összejött a versenyzők, nagy számban jelentkeztek, és idén először a 24 óráson, ami a legnehezebb táv, azon vannak egyéniben a legtöbben, mivel országos bajnokság is, és úgy látszik, hogy most már a mi futóink is Szerbiából vállalkoznak ilyen hosszabb távokra. Palics helyi közösségének elnöke kiemelte, hogy ez a verseny mindenképp öregbíti Palics hírnevét. Több versenyző később családostól visszatér pár napot eltölteni a településen. Ha az arról beszélünk, hogy Palics mint turisztikai központ, illetve ha azt mondjuk, hogy Szabadka a sportok városa, akkor ez egy ékes bizonyítéka annak, hogy valóban a sportot fontosnak tartjuk. Az esemény megnyitóján részt vett Pásztor Bálint, a VMS köztársasági parlamenti képviselője is, aki maga is amatőrfutó. Az ultrafutás egy külön sportágnak számít. Vannak, akik képesek félmaratont, maratont lefutni, de azt kell itt elképzelni ebben az esetben, hogy ezek az emberek folyamatosan 24 órán átfutnak, és több mint 200 kilométert lefutnak 24 óra alatt. A verseny a magyar kormány támogatásával valósulhatott meg. Mindegy 200 önkéntes segítkezik majd a második szabadkai félmaratonon. Az eseményt szeptember 2-án tartják majd. A leendő önkénteseknek ma délelőtt tartották meg az első felkészítőt. Ezen szabadkai középiskolások vettek részt, akik az önkéntesek feladatairól és felelősségeiről informálódhattak. Eddig tartott a híradó. A legfontosabb hírek jönnek még egyszer, röviden. Falunapot ünnepel Torda. Megtartották Szabadkán az általános iskolások művészeti vetélkedőjét. Főzőversenyt rendeztek Buránysoron. Ultramaratont tartanak Palicson. Köszönjük szépen a figyelmüket! A pannonrtv.com-ra kattintva még több friss hírt és információt olvashatnak, valamint a riportjainkat is visszanézhetik. Holnap a Pannon Rádióban jó zenékkel, slágerekkel, hírekkel és közérdekű információkkal várják a hallgatókat. A Szabadkai Magyar Rádió Agrárvilág című műsorában azzal is foglalkoznak, hogy egyre többen termesztenek olajrepcét Vajdaságban. A Pannon Televízió műsorán most koncerttel várjuk a nézőinket, maradjanak velünk a továbbiakban is, szép estét kívánok!